Ezen az esős októberi napon például paprikát szedtek a fogvatartottak napkoron. Ezt a területet a tulajdonos ajánlotta fel a munkára. Nyíregyházáról és Tiszalökről is érkeztek ide rabok. Ezen a két településen működik ugyanis büntetés végrehajtási intézet Szabolcs megyében. Ők azok, akik a biztonsági kockázatfelmérés alapján a börtön falain kívül is végezhetnek jóvátételi munkát. Minden fogvatartott más és más, tehát mindenki egyedi egyébként. Egyénesítés működik nálunk a büntetés végrehajtási szervezetnél, tehát mi mindent meg kell, hogy vizsgáljunk az általa korábban elkövetett bűncselekmény súlyát, fajtáját, minőségét, azt, hogy mennyi milyen büntetést kapott és miért tölti a szabadságvesztés büntetését, illetve milyen a magaviselet bent a börtönben, korábban jelentkezette, mert korábban vette részt ilyen munkában, illetve ilyen jóvátételi programban, illetve alapban ő bent a börtönben tanul-e, jár oktatásra, illetve dolgozik-e a börtönben. Bárki bármennyi idő után jelentkezhet, és ahogy mondtam is, egyre többen jelentkeznek, itt van a lényege ennek a biztonsági kockázatnak, illetve biztonsági kockázat felmérésnek. Tehát aki még most került be, és hosszabb időt kell bent töltenie, illetve olyan súlyú bűncselekményt követett el, őt biztos, hogy a börtön falain kívüli jóvátételi munkára nem fogjuk kivinni, kiengedni, azonban bent a börtön falain belül természetesen ugyanúgy végezheti ezeket a programokat. A jóvátételi program évről évre egyre népszerűbb. Országos szinten van, hogy egy-egy program alkalmával 2500-3000 fogvatartott is részt vesz a munkában. Ez főleg az ünnepeken, mint például anyák napján vagy karácsonykor jellemző. Az elítéltek sem fizetést, sem egyéb juttatást nem kapnak ezért a munkáért. Önkéntes alapon jelentkezhetnek annak érdekében, hogy az elvégzett munkával enyhítsék a korábban elkövetett bűncselekményeikkel okozott károkat. Orosz Zoltán azt is hozzátette, hogy ennek nem feltétlenül a korábbi áldozatok és hozzátartozóik látják az előnyét, hanem egy sokkal nagyobb réteg, a társadalmi közeg. Ezzel is azt szeretnék mutatni, hogy szabadulásukat követően újra be tudnak majd illeszkedni a társadalomba. Ez a reintegráció egyébként az intézmény célja is, ezért indították el a jóvátételi programot. A fogvatartottak a börtön falain kívül számos munkában segíthetnek. A jóvátételi program keretében általában a településeknek a terei, a parkokat teszik szebbé, színesebbé, virágokat ültetnek, megtisztítják a szeméttől az erdőt, az erdő részeket, iskolákba, óvodákba látogatnak el, gyermekotthonokba, idősek otthonába mennek, ahol nem csak segítenek és tényleg szebbé teszik a környezetet, hanem nagyon sok esetben a saját maguk által betanult színdarabokat, előadásokat, énekeket adják elő. Valóban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Nyíregyházán is több esetben temetőkben voltak, ahol ilyen jóvátételi programot hajtottak végre. Vadasparkban voltak, illetve ugyanúgy gyermekotthonban is ellátogattak már, illetve kórházban is megfordultak a fogvatartottak. A visszajelzések minden esetben pozitívak, és egyre jellemzőbb, hogy egy-egy helyre többször is visszatérnek a fogvatartottak, illetve egyre többen kérik is a büntetés végrehajtási intézetben élők segítségét, közölte Orosz Zoltán.